Jó napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a vlogban szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan szoktam kifőzni a fedelezésből származó viaszt. Vége van most a vaddohány pergetésének, lett belőle némi viasz. Minél hamarabb fel szoktuk dolgozni, azért, hogy nehogy ne essen bele a viaszmúj, ne menjen bele a viaszmúj, és ne károsítsa a viaszt, ne kezdjen benne fiasodni, ne kezdjen szaporodni. Ezt úgy bírjuk elérni, úgy bírjuk, hogy megelőzni ezt a problémát, hogy kiolvasszuk. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy összegyűjtöm egy üstbe, kimelegítem, de hogy a méhek ne lepjék le, ezt hajnalba kell csinálni. Ma is reggel 4 órakor keltem, és kimelegítettem. Igaz, hogy az én méheim nincsenek itthon, mert járságban vannak napraforgón, amint láthatjátok is, itt a szokásos betonoszlopok, amik tele szoktak lenni kaptárral, abban most nincsenek, de viszont a szomszédba meg ugye Magyarországon elég nagy a mélysűrűség, úgyhogy elég sok méhecske van itt a szomszédban, a környékben így is, úgyhogy muszáj odafigyelni rá, úgyhogy muszáj hajnalba csinálni, meg nekem is itthon van egy 2-3 család. Itt van egyébként a háttérben a kis mély mulcsos kertünk, ezzel is foglalkoztunk ma, mutatom a kimelegítést. Gázpalack segítségével, van egy sima gázégő. Úgy kell egyébként csinálni, hogy lassan kell visszahűteni, hogy ne repedjen be a viasz, meg hogy a méhek ne lepjék le. Ezért rá szoktam dobni egy ilyen lepedőt, vagy valami rongyot. Egy fedőt ugye, hogy gyorsabban melegedjen. Egyébként egy egyszerű gázégőre raktam fel, így nem kell üstházat használni, meg gyorsabban melegszik, telibe kapja a meleget. És akkor itt a fedelezésből származó viasz. Kicsit sötétem, mert itt már felkavartam az alját a ruskót, utána jutott eszembe, hogy csinálok egy videót és megmutatom nektek. Úgyhogy visszacsináltam az egészet, így meg egy kicsit megkavartam. Mutatom a technikát, ráöntünk egy vödör vizet, és mivel a viasznak kisebb a sűrűsége, mint a víznek, ezért feljön a tetejére, és egész egyszerűen le lehet venni. Így néz ki. A szennyeződés ilyen gyönyörűen, az ilyen virágpor, meg ilyesmi leül az aljára, ha szép lassan hűl vissza, akkor elválik magától a viasztól, úgyhogy itt a szélén látszódik, hogy egy kicsit beletapad, de hogyha ezt újra főzzük, akkor tökéletesen el lehet belőle távolítani. Ezt egyébként le lehet könnyedén kézzel kaparni, és akkor egy kis baltával szoktam egyébként az alját úgy eltávolítani, hogy inkább jöjjön egy kis viasz is, de tiszta maradjon. És akkor ezt újra szoktuk melegíteni, és akkor hát ez egy tökéletes biominőségű fedelezésből származik, ugye. Ezt a méhek rakták oda. Ez ugye nem volt semmiféle atkaülőszerrel, ilyesmivel nem találkozott, ugye, és akkor ez így a legjobb minőségű, látszik is rajta, hogy szép sárga, nem barnább, mint amikor kiolvasztjuk a keretekből a viaszt. Úgyhogy ennyi, csak gondoltam, megmutatom nektek, hogy ezzel ügyködtem a hajnalban, a nap folyamán, és így láthatjátok ti is, hogy kell kimelegíteni, kiolvasztani a viaszt. Sziasztok!